Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatóságot, köszöntöm a kedves itt maradtakat, a türelmet, megértést. Péter egy komoly akadályt gördített elénk, amin túl fogunk nagyon hamar lépni, ő ugyanis magának, a Tatai Színháznak a működésének a történetéről tartott volna előadást. Igazgató, illetve jó magam kutatásai pedig inkább ennek a színház épületének az építés történetével foglalkozik. Tehát itt most egy picit szegényebbek leszünk a színházat érintő történeti szálakkal, botrányokkal és más egyebekkel. Péternek ezt a témát pedig meghagyjuk majd a későbbiekre. Igazgató úr pedig azért nincsen jelen, mert hogy a színház témája egy meglehetősen népszerű téma, ezért éppen ebben az időben, vagy lehet, hogy már a vége felé közeledve, de a Tatai Nyugdíjas Klubnak tartja meg nagyjából ugyanezt az előadást, úgyhogy hát én pedig maradtam itt a konferencián, úgyhogy remélem beérik velem is. Alapvetően, hogy azt el kell mondanunk előrejárólag, hogy a Tatai Színház történetével sokan foglalkoztak már előttünk. Talán elsőként érdemes megemlíteni Rédai Urbaker Miklóst, aki a színház működésének a történetével kapcsolatban talán az elsők közé, talán az első volt, aki valójában megpedzette igazából a színház működése közben az itteni történéseket. Utána a színháztörténeti vonatkozásokkal Straut Géza foglalkozott az 1960-as években. Egy nagyon jó tanulmány született meg ő általa. Múzeumon korábbi igazgatója Bíró Endre is foglalkozott a színházzal, illetve színházi relikviákkal, amelyek bekerültek a múzeum történetébe, gyűjteményébe egy kis cikk erejéig. Illetve magának a színház épületével Rados Jenőt kell még kiemelnünk, aki Tatai építéstörténeti monográfiájában foglalkozik a Tatai Várszínházzal. Több évtizeddel később Cibula Katalint kell megemlítenünk, aki annak a bizonyos Gustav Klimt festmény kapcsán, amit itt is láthatnak kivetítve, foglalkozik a színházzal, de inkább magának a képnek a történetével, kalandos történetével, aminek a II. Világháborút követően nyoma veszett, szerencsére a Tatai Múzeum gyűjteményében egy fekete-fehér fotográfián negatívon megtalálható, és utána egy színkódos reprodukcióval tudták ellátni, illetve most ugye az Eszterházy kastély új kiállításában is ez látható. Azon kívül pedig a Nemzeti Kastélyprogram keretében ugyancsak foglalkozott a Tatai Színház történetével Herceg Renáta, illetve Kövesdi Mónika is, az ő írásaik a 2022-es évben láttak napvilágot. Igazgató úrral gyakorlatilag az több dolog is ösztönzött minket, hogy színház épületével foglalkozzunk. Az egyik az az volt, hogy publikáljuk gyakorlatilag a múzeum gyűjteményében felelhető egy színházhoz köthető tárgyi anyagot. A másik ilyen az az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a színház valójában nem is ott állt, ahol azt most elképzeljük, az a három oszlop a kastéllyal szembeni területen jelöli a helyét. Egy másik ugyanilyen indokunk lehetett az, hogy az online kutatások erősödésével, előretörésével, különféle helytörténeti fórumokon nagyon sokféle fals információ látott napvilágot az utóbbi években. Ezeket is mindenképpen úgy gondoltuk, hogy érdemes helyre tenni ezeket a felbukkanó forrásokat megfelelő forráskritikával illetni, illetve kezelni. Ezért is döntöttünk amellett, hogy 2021-ben a rendelkezésre álló tárgyi, írott és mindenféle fajta felelhető források alapján egy videót készítsünk, állítsunk össze. Ez a múzeum YouTube csatornáján elérhető, megtekinthető. A jelenlegi előadás címét viseli, tehát Tália temploma Tatán, nagyon egyszerűen rá lehet akadni a keresőben. Ezzel a filmmel gyakorlatilag az volt a célunk, hogy lokalizáljuk pontosan az épületnek az elhelyezkedését. A másik célunk pedig az volt, hogy ennek az épület komplexumnak, ugyanis ez nem csak egy színházként működő intézmény volt, hanem gyakorlatilag egy összművészeti intézmény, egy valóságos kultúrpalota. Ennek a funkcióit is ábrázoljuk, hiszen gyakorlatilag a teljes épület tömnek gyakorlatilag csak az egy negyedében helyezkedett el a valóságos színházi funkciót betöltő rész. Továbbá, utalva László felvetésére is,
Azt is el szeretnénk érni ezzel az előadással, hogy Tata helytörténetében az épület bontása körül keletkezett legendákat, itt például a színháznők és balerinákhoz kötődő legendát, és egy picit helyes, valós talapra állítsuk, és rámutassunk arra, hogy ezt miért nem tartjuk elképzelhetőnek. Itt a képen egyébként Eszterházy Ferenc gróf, az utolsó tatai gróf látszóik 1914-es tabló képén, amikor a piarista gimnáziumban végzett. Muszáj az előzményekről, a színház és a kultúrpalota előtti funkciókról is beszélni, hogy pontosan megértsük a történéseket. Fontos megjegyezni, azt hiszem, hogy színházat a korabeli irodalom alapvetően Várszínház néven emlegette, a teljes épület néhány helységei pedig külön-külön elnevezéseken illették, így például a téli kerttel, a téli lovaglóiskolával, pálmaházzal, de még a cirkusz elnevezés is felbukkan. Egyelőre nem tudunk arról, hogy ennek a teljes épületkomplexumnak lett volna egy összefogó elnevezése, ezért is van mostani előadásban kisé önkényesen, de a kultúrpalota kifejezést fogom használni, ezzel is utalva a széles funkcióbeli elkülönülésekre. A tatai grófi kastéllyal szemben a 20. század elejéig egy meglepően nagy tömegű, többszintes épületkomplexum magasodott, ami ugyebár utolsó funkciója szerint ezt a kultúrpalota szerepet töltötte be. Eredetileg azonban ez az épület, ez gazdasági épület céljával létesült, sör és pálinka ház volt a kezdetekben. Az Eszterházy család új kastélya a volt régensi kúrja, Balogh Ferenc régensi kúrjája helyén épült, ezt jelöli a kisebbik kör, és ezzel szemben pedig láthatjuk az 1750 körül készült térképen ezt az igazán nagy tömegű sör és pálinka házat. Ugye aztán Balogh régens rezidenciája helyén épül fel 1760-70-es évekkel, gyakorlatilag ezzel az ipari üzemmel szemközt a grófi kastély is. Belső udvarát, aztán a kastélyparkot a főbejárat felől alakították ki, és gyakorlatilag ugye itt a sör és pálinka ház fölé oldal gyakorlatilag egy utcafrontot képezett a kastély számára. Ennek a sör és pálinka háznak a felépítését gyakorlatilag már az Eszterházyak birtokba lépése előtti időről van rá adatunk, 1713-ból a Graf Bárok birtoklásának időszakából egy építési jegyzék tanúskodik már meglétéről. Ahogy említettem, ez a sör és pálinka ház, ez méretében jóval felülmúlta az új kastély alapterületét is, míg a kastély főépületének az alapterülete nagyjából a 800 négyzetmétert közelíti meg, addig ez a sör és pálinka ház alapterülete 1500 négyzetméter területen feküdt, mögötte déli irányban pedig különféle kisebb-nagyobb istállók, ólak helyezkedtek el még a tópartján is. Ennek az épületnek az átépítésével, bővítésével aztán Fellner Jakab foglalatoskodott. Ezt az állapotot rögzíti gyakorlatilag József Nőszmer 1806-ban készült akvarell festménye is, ami sajnos szintén csak egy reprodukció erejéig lehető fel. Itt ugye a kastéllyal szemközt láthatjuk ezt a sör és pálinka házat, mögötte azért a nagy templom is ott van, illetve láthatjuk a mostani pezsgőgyárként ismert épületet is. Két épület alapvetően a mellékszárnyakat, hogyha nem nézzük, akkor épület tömegében rendkívül hasonlíthatóak egymáshoz. A pezsgőgyár eredeti tervrajzának a csücskében jól kivehető Fellner Jakab autográf aláírása is. Ezzel kapcsolatban, a gazdasági funkciókkal kapcsolatban azt kell elmondanunk, hogy az 1848-49-es időszakig gyakorlatilag az uradalom sör és pálinka ház céljával használta ezt az épületet. Ezt követően 48-as változások, az áprilisi törvények gyakorlatilag az uradalomtól ellehetetlenítették azt, hogy megfelelő gazdasági jövedelemmel tudják ezt az ágazatot továbbvinni, így az épületet bérbeadták. 1850-51-ben egy bécsi gyáros, bizonyos Elias Steiner volt, aki haszonbérbe vette az épületet, és az uradalom több gazdasági épületével, majorsági gazdaságával együtt egy cukorgyárat alakítottak ki. A gyár számára
A tó partján pedig egy magas téglakémént is felépítettek, ez nagyon jól látható, Stech Alajos festményén, ugye füstölő gyárkémény szomszédjában, az Eszterházi kastélyjal. Steiner társa pedig egy bizonyos József Libarc volt, ezért is írtam oda az ő nevét is a haszonbérletben. El kell mondani erről a tatai cukorgyárról még azt röviden, hogy a kor viszonyai szerint egy nagyon nagy teljesítményű gyár volt itt a Magyar Királyság területén. Gyakorlatilag 1850-60-as években, hogyha statisztikákat nézünk, akkor az ország első 3-4 legnagyobb cukorépa mennyiséget feldolgozó gyárak között ezt az ipari üzemet itt a tatai tópartján megtaláljuk. Nyilván zárójelben tehetjük meg a megjegyzést is, hogy valószínűleg ez a magyarázat szolgál arra, hogy Tata földes urai miért is tartózkodtak oly keveset itt a tatai kastélyukban. Ezt a cukorgyárat az 1870-es években bekövetkező gazdasági válság sodorta el, és ezt követően Eszterházy Miklós József, akiről már Rabár Ferenc délelőtti előadásában is hallottunk, amellett döntött, hogy ezt követően ezt az épületet nem gazdasági funkcióval fogja tovább hasznosítani, saját kezelésbe vette. Ez azért is fontos számunkra, mert 1785-ben Tata városával a gróf egy szerződést kötött, ami azt jelentette, azt tartalmazta többek között, hogy a kastély és a tönkrement cukorgyár közötti közlekedési utat megszüntetik, és grófi terület céljával privát céljaira alkalmazhatja. Ezzel indul gyakorlatilag meg egy új grófi park kialakítása is ezen a területen. Tudján láthatjuk nagyjából az épületek elhelyezkedését a 1885-ös kataszteri térképen, felszámolt cukorgyár, még cukorgyár felirattal, illetve a kastély épülettömje. És hogy erre az útvonalra is kapjunk egy kis magyarázatot, ezt a nyomvonalat bejelöltem, ugye korábban itt haladt a Hajdú utca mellett még a közlekedési útvonal, ennek a megszüntetésére került sor az 1875-ös szerződéssel, viszont ennek feltétele eléggé szerteágazóak voltak ebben, most nem szeretnék részletesebben belemenni, mert ez eltolná az előadást, de fontos kiemelnünk, hogy az egyik alapfeltétele az egy új út nyitása volt itt a Hajdú utca és az Erzsébet tér között, amit most is előszeretettel használunk, ugye a zsinagógától lefelé vezető nyomvonal. Ez viszont már csak Eszterházy Miklós Ferenc utódjának, Eszterházy Miklós Józsefnek az idejében készül el, tehát gyakorlatilag arra az időszakra tehető ennek az útvonalnak, a tóparti útvonalnak a lezárása is. Egy sajtócikkben nagyon érzékletesen utalnak is erre, ahogy fogalmaznak ifjú Eszterházy Miklós, ezen új utcát nyitatott és közutat építetett. Az új utcanyitás és közútépítés szerződésbeli kötelezettségen alapult, melynek egyenértéke fejében a város közönsége jogot adott arra nézve, hogy a grófi kastély és az azt körülvevő grófi birtok a közlekedés elől elzárassék. Ugyanígy ezzel párhuzamosan még az idősebb Miklós gróf idejében kerül sor egyéb munkálatokra is, így például egy másik sajtócikk nagyon érzékletesen ragadja meg, és aztán számadáskönyvekből ezt tudjuk is ellenőrizni, csak azért mégis a sajtócikkeket szívesebben idézzünk, mint különféle számadatokat. Eszterházy Miklós jelenleg a kastély a szomszédságában beszűnt cukorgyárat alakítatja át. A házi ipar egyik romján pompás sétahelyek terülnek most el, a gépek zörejét, a szökőkutak könnyed fecsenése, s a hatos ökrök szekerek hordott répatörköly, megunt szagát a rózsa és héliotrópium illata váltotta fel. Szúrtos munkások helyett díszes hölgyek sétálnak a tisztára meszelt gyárfalak között, elgondolkozva, hogy minő úrias nemzet vagyunk. A gyárnak gigászi martalékával, a magas kéménnyel azonban alig lehet valami esztétikai átalakítást végezni, az ott marad a tatai cukoripar emlékéül. Való igaz, sokáig volt még itt ez a kémény. Az uradalom 1885-ös leltára is beszámol gyakorlatilag erről az állapotról, ahogyan fogalmaznak.
Ez az épület egy egyemeletes ház földszinti részén lakás, hogy ezen épület emeletes része, valamint a többi épületek, melyekben a cukorgyártáshoz szükséges gépek voltak elhelyezve, boltozott helységek, irodák, mázsálóhely most mind üresek, és épületek cseréppel fedve vannak az utcafront kivételével, minden épület azonban rossz karban. Idővel nem tudom, hogy állunk, lassan közeledünk a vége felé. A tatai állandó színház kiépítése azonban már Eszterházy Miklós Ferenc fiához, Eszterházy Miklós Józsefhez köthető, közkedvelt nevén ugye Niki Grófhoz, a nagyszerű sportemberhez, a sportlovashoz, aki településünkön ezt a sportot is nagy szeretettel meghonosította, és gyakorlatilag, ahogy ezt apostrofálni szokták, nyomarketté fejlesztette Tatát. Őróla van ugye szó, és egy másik ilyen idomító intézet, nem csak a lóidomító intézetet köti Eszterházy Miklós József nevéhez, hanem bizony a művészet idomító intézetet is, ahogy erről egy bécsi karikatúra címlapján számoltak be. Itt nyilván a különféle művészek, festők, színészek, zenészek pártolása, képzése váltotta ki ezt a hangot, és ugye az előadás címéhez is egy kicsit visszatérve, Tata Továs Viradó számol be róla, hogy közelednek tálja a papja és papnői, hogy nem sokára megtarthassák bevonulásokat az új színház épületébe. Gyakorlatilag az első évada ennek a színháznak az 1885-re tehető. Ez az az időszak, ugyanis amikor amikor az első évadot megtartották. Erről úgy számolnak be kortársak, hogy a színház épülete már nem is régiség, hanem ócskaság. A színház azelőtt cukorgyár volt, azóta használták az épületet krumpli és réparaktárnak, kocsiszínnek, istállónak, azon kívül lom- és magtárnak is. Most tessék megnézni a volt cukorgyárat, írják 1888-ban. A krumpli és réparaktár kicsin, de ékes színházzá alakult, a kocsiszín gyönyörű téli kerté, a lomtár kényelmes előcsarnokká és festő műteremmé. Erre a funkcióbeli differenciálásra utal egy másik visszaemlékezés is. Gyakorlatilag a színházi program részeként tekintenek arra, konstans elemként, idézem, a program egyes részeit szünet szakította meg, melyet a közönség a téli kert megtekintésére használt fel, hol jelmezes pincérek és pincérnők szolgálták fel az italokat, hűsítőket, süteményeket, csemegéket, stb. Úgy, hogy a közönség a művészet mellett valóban fejedelmi bőkezűséget tapasztalhatott és láthatott a büfében is. Ez a átalakított színház azonban gyakorlatilag nem tudta betölteni az eredeti funkcióját. Ahogy ezt nagyon talányosan meg is fogalmazták a kortársak, a régi színház teljesen célszerűtlen volt, mert a nézőtéren 4, a színpadon pedig 2 hatalmas kőoszlop zavarta a publikumot, úgy mint az előadókat. A régi színházból most csak az alap és a főfalak maradtak meg, az oszlopok kidobattak, a nézőtérből színpad lett, a színpadból öltözők, végre egészen új nézőtér építtetett páholyokkal, erkélyekkel, zárcékekkel, karzattal és a Wagner színházak módjára 20 ember számára berendezett láthatatlan zenekarral. Ugye a beszámolónak ez az utóbbi része, ez már az 1888-as év második felében, illetve az 1889-es évben keresztül vitt átépítési munkálatokra utal, amelyet alapvetően szimplán a színház létrehozására a bécsi Ferdinand Fellner, illetve Hermann Helmer színháztervező irodavállalattal kiviteleztettek. Ugye ennek egy megszipábrázolása látható itt a korszakból, itt fönn pedig egy kis alaprajz is van. De hát Péter dolga lett volna, hogy magával a színházzal foglalkozzon, nekünk inkább az a dolgunk, hogy magával az épület komplexummal foglalkozzunk. Egy kis botrányt azért szeretnék én is megemlíteni, ha már ilyen botrányos napot terveztünk tartani, aztán nélkülöznünk kellett. 1888-ban nagy erőkkel folyt a színház átépítése, illetve magának a teljes komplexumnak a bővítési, átépítési folyamata.
Ezt többen nehezményezték, így a Tatai Tóvárosi Híradóban is egy olyan cikk jelent meg, amelyben arra utaltak, hogy a helybéli grófi uradalom ünnepi és vasárnapi dolgairól mély megbotránykozással beszélnek sokan. Köztudomású dolog ugyan, hogy az uradalomnak e tekintetben egy idő óta ruganyossá vált lelkiismerete, már többször is engedett meg magának szent időben hétközben való munkát, de olyan talán mégsem próbált meg, mint az idén nagyasszony napján, akkor a kétkerekű taigán járó kocsisokkal végeztetett, ami legutóbbi két napokban a Várszínház udvarán készülő tető érdekében történt. Ezzel párhuzamosan pedig sor kerül a környezetnek a további parkosítási munkálataira is. Ugye itt kell utalnunk a villamosvilágítás bevezetésére. Egy másik nagyon szemléletesen megfogalmazott beszámoló írja ezt, hogy a Várszínháza remekül parkírozott tópartján áll, és úgy a színház, mint a színházhoz vezető összes utak, valamint a park is villanyvilágításban tündökölnek. 1890-ben írják ezt le, 1897-ben Tata és Tóváros komoly anyagi áldozatokkal valósítja meg az acetilén világítást, ebből láthatjuk, hol tartott a település, és hol tartott az uradalom. Gyakorlatilag az előadás vége felé közeledve egy rövid képi összefoglalót szeretnék még bemutatni. Azt hiszem, ennél érzékletesebben nem kell, hogy szavak hosszan kiegészítsék a látottakat. Alapvetően ugye itt látjuk az alaprajzát ennek a kastéllyal szembeni épületkomplexumnak. Errefele helyezkedik el az Eszterházi kastély, errefele pedig az öreg tó. Itt láthatjuk az épület tömbbe helyezett várszínházat, amelyet Fellner és Elmer tervei alapján 1889-re építenek fel. Szót ejtettem már a botrányos építkezés miatt az úgynevezett nagy udvarról, amely fölött egy üvegtető készült el. Nagy szerencsénkre erről az üvegtetőről fényképi ábrázolás is maradt fenn. Ha tájolni szeretnék magunkat, akkor elmögött a fal mögött az Eszterházi kastélyhez helyezkedik el, e felé pedig az öreg tó átegy gyakorlatilag abban a helyzetből tekintünk, ahogy maga ez a alaprajz is mutatja. De itt a különböző funkciókat láthatjuk, van egy resti előtérben rendezett konyha vendégek fogadására, festőműterem, társalkodó iroda, intendáns iroda, egy külön hangversenyterem, és hát nyilván a színházi funkció betöltésére egy nagy öltöző terem. Ez a földszinti résznek a funkcióbeli beosztása. Ez a téli kert, az üvegtetővel fedett épület, ez utolsó funkcióját gyakorlatilag 1897-ben a nagy hadgyakorlatok idején töltötte meg, akkor ugyanis a 86 terítékű marsaltáblát helyeztek itt el, ebből láthatjuk méreteit is, befogadó kapacitását. Erről volt szó, itt ugye a resti rész található, ez az épületszány van a kastéllyal szemközt. Igen, erről ejtettünk szót. A színház belső teréből is azért egy ismert képi ábrázolás, fénykép ábrázolás. És gyakorlatilag ezt az épületet láthatta az a kortárs, aki a kastély felől tekintett az épületre, láthatjuk, hogy tömegeiben hasonló megegyező, azonban egy új homlokzati borítást kapott. Egy képeslapon is megjelenik egyébként ez a felvétel, ott is nagyon találatosan a téli kert bejárataként hivatkoznak rá, hiszen nem maga ez az épület a téli kert, hanem az ebből nyíló, illetve részben az üvegtetővel fedett épületet használhatták téli kert funkciójával. Az épületnek egy külső bejárata is volt, ezt egy képzőművészeti alkotással tudtuk rá montázsolni. Egy faszerkezetes, nagyon stílusos kis építmény volt ez valójában. Fellépünk az első emeletre, az épület első emeletére. Itt is a különböző funkciókat tudjuk végigvenni. Vendégszobák, illetve ruhatárak találhatók itt. Azt követően próbaterem, öltöző, különböző szobahelységek. Koncertterem karlazattal, ugye alatta van a hangversenyterem, tehát itt egy valószínűleg egymennyitott térről kell beszélnünk, illetve egy festőterem található még itt. A színház épületének színpada fölött pedig nyilván egy zsinórpadlás, amire a kortársok rendkívül modern létesítményként számolnak be.
és csak hogy azért, hogy a teljes épületet körbejárjuk, még egy fényképfelvételt tudunk mutatni. A Bláthy iskola felől szemléljük gyakorlatilag az épület komplexumot, és innen látjuk azt is, hogy gyakorlatilag ez az épület, ez a földszintes kis épület, csak ez van a dombon, az egész U-alakú komplexum, az viszont lent a kastély előtti téren helyezkedett el. Ezt most átlépjük. Szerintem ez a montázs érzékelteti a legjobban az épület tömegét, a térnek a tömegét, amikor ez az épületkomplexum még állt, és aztán amikor 1913-ban elbontották. Gyakorlatilag ennek köszönhetően szabadul ki az Eszterházy kastély is abból a kötöttségből, abból a takarásból, amiben gyakorlatilag felépítése óta egészen 1913-ig leledzett, és egy visszacsatolás csak lezárásként a felvezetőben elmondottakra. Alapvetően az uradalmi jegyzőkönyvek azt támaszták alá, hogy egyértelműen gazdasági okok vezettek az épületnek az elbontásához. Két másik szálat tudunk ezzel kapcsolatban még feleleveníteni. Gyakorlatilag azt, hogy amikor a színház elbontása került, abban az időben zajlott az Eszterházy Miklós Reál Gimnázium, tehát a mostani Eötvös József Gimnázium építése, és ugyancsak a Bláthy iskola az akkori járásbíróságnak az építése is. Egyértelműen uradalmi jegyzőkönyvek kimondják azt, hogy ezeknek az, tehát a Várszínház, a színházi komplexumnak az épület anyagát mindkét építkezésen felhasználták, illetőleg maga Eszterházy Ferenc gróf egy 1924-es interjúban ugyanezt a történetet erősíti meg. Másrésztől pedig utalnunk kell még arra is, hogy gyakorlatilag ő gyermekként a Tatai Színháznak a botrányait, a színésznők, a táncosnőknek a világát nem élhette meg, hiszen az utolsó színházi előadásra 1894-ben került sor, ekkor ő pedig még meg sem született. Köszönöm szépen figyelmüket!